Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 13 új játékos érkezett a kisvárdai futballcsapathoz. Elkezdte a felkészülést a Nyíregyházi Tekeklub együttese. Bemutatták a kisvárdai női kézilabda csapat új játékosait. 127 együttessel rajtolnak el a megyei futballbajnokságok. Új edzővel kezdte el a felkészülést a Baktól Urántházi futballcsapat. 13 új játékos érkezett a kisvárdai futballcsapathoz. A friss szerzeményeket a klub szurkolójánkintján mutatták be, ahol Révész Attila immár sportigazgatóként vázolta a klub előtt álló feladatokat. Az én feladatom a keret kialakításán túl a klubnak a filozófiájának a betartatása, illetve az utánpótlásnak, meg a magának a klubnak a vezetése, ami eddig is hozzám tartozott, csak most már akkor is sokkal szélesebb körbe tudok, illetve a Munkácsi Akadémiánk azért most már egyre szélesebb, sokkal több munkát igényel, és az időm nem tette lehetővé, hogy ezt a feladatkört is olyan tudással, amilyet ezt igényel, ellássam. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy normális helyzet, egy Magyarországon teljesen bevet, illetve a világ futballjában talán még inkább, és itt a klubunk is lépett egyet előre, úgy érzem. 13 új játékos érkezett, távoztak közel, annyian a tavalyi bronzérem után mi az elvárás idén a csapattal, és mikor alakulhat ki a végleges keret? Az elvárásunkat nem változott a tavalyi évben, mikor itt beszélgettünk, ugyanazt mondtam, hogy többek legyünk, mint az elmúlt szezonban voltak, és sikerült megvalósítanunk, akkor ugye negyedikek voltunk, most legutóbb harmadikok. Hát ha most többek lennénk, akkor az már egyértelműen feljutást eredményezne. Ezt nem lehet egyébként ilyen bátran kijelenteni, mert 13 új játékos jött, és még várhatóak futballisták. Teljesen kicseréltük a keretünket. Azért a kezdőből talán 4 játékos távozott, ha jól emlékszem. A többiek azok többé-kevésbé perememberek voltak. Most viszont hoztunk olyanok, akik tehetségesebbek, többet tudnak futni, fiatalabbak, ezáltal időre is van szükségük természetesen, hogy beépüljön a csapatba minden játékos, és megtaláljuk a megfelelő játékrendszert, de én úgy érzem, hogy hosszabb távon ez a járható út. Költségvetésünk nem csökkent, szándékaink, akaratunk azok megmaradtak. Én úgy érzem, hogy időre van szükségünk, de hosszabb távon ez lesz a jó út, amit választottunk, és biztos vagyok benne, hogy az új érkezők, akik most jöttek, nagyon sok örömet fognak szerezni, nem csak a kisvárdai szimpatizásoknak, hanem úgy gondolom, hogy néhány játékos még a magyar futballnak is hasznára lehet a későbbiekben, és azért ez a cél, hogy olyan fiatalokat építsünk be a csapatunkba, akik később magasabb szinten is meg tudják állni a helyüket, mert azért az látszik egyértelmű, hogy kisvárdából nagyon könnyű eljutni az élvonalba, meg akár távolabbi klubokhoz is. Ez az elmúlt időszakban már ez több játékos esetében bebizonyosodott, és most is ez a célunk, hogy termeljünk, értékesítsünk és építsünk csapatot egyben. Túl van a csapat a kötelező szurkolóján, két ahol 13 új játékos utatott be, közeledik az első forduló. Milyen érzésekkel várod közel 6-7 munka után a nyitányt? Én már nagyon várom, megmondom őszintén. Ugye a csapat, amit mondtam is az elején, hogy folyamatosan alakul, tehát nem vagyunk még teljesen kész. Kell még néhány hét ahhoz, hogy mindenki a csapat rendelkezésére álljon. De én úgy vagyok vele, én mindig úgy vagyok vele, hogy nagyon várom az első fordulót. Nagyon fontos az, hogy az első fordulóban hogyan tudunk szerepelni. Győzelemmel szeretnénk kezdeni, az adna a csapatnak egy lökést. 13 új futballista érkezett, ilyenkor ugye alakul egy új hierarchia az öltözőben és a pályán is, ez hol tart most? Ez is folyamatban van természetesen, tehát nyilván én azt várom, vannak idősebb játékosok, és vannak olyan emberek, akik már itt voltak, azoknak kell befolyásolni ezt az öltöző hierarchiát, de ez teljesen normális dolog, ebbe az edzőnek nem kell beleszólni, ezt a játékosok az öltözőbe egymás között le kell, hogy rendezzék, meg kell oldják. Egyébként is vannak illetlen szabályok, amiket be kell tartani, meg különben is a játékosok között pillanatokon belül kialakul a sorrend. Bő egy hónap alatt 7 forduló megy le, és az első 4 meccsből 3-at idehaza játszik a csapat, viszont nem könnyű ellenfelek ellen. Van-e tervezett pontszám? Nem szoktam pontszámot tervezni, vagyis hát tulajdonképpen, hogyha a Lakat Karcsi bácsit idézném, vagy akár a Rudi bácsit, Ilovszki Rudi bácsit, hogy győzelmet kell mindig kalkulálni, mert a vereség úgyis jön magától.
Tehát nyilván én korábban is úgy voltam vele, hogy minden mérkőzésre úgy készültem a csapattal, hogy azt meg akarjuk nyerni, meg szeretnénk nyerni. Aztán utána a mérkőzés közben kialakul az, hogy éppen milyen eredményt tudunk elérni, de azon leszünk, hogy a lehető legjobb eredményt ki tudjuk hozni ezekből a mérkőzésekből. Én azt mondom, hogy nem mennék annyira előre, én az első fordulóban gondolkodom, azt szeretnénk megnyerni a hazai találkozót elsőt. A tavalyi sikeres szereplés után gyakorlatilag új csapat épül, 13 új futballista érkezett. Egy kapitánynak mennyire van nehéz feladat ilyenkor az öltözőben és a pályán? Nem egyszerű, ilyenkor, amikor fél csapat megy el, és fél új játékos jönnek. Hát de nyilván próbáljunk beszélni, próbáljunk viccelködni mindenkivel, pályán belül, pályán kívül is, próbáljunk foglalkozni velük, és hogy minél hamarabb úgy éreznek, hogy már a csapattag lenne mindenki. Az eddig elvégzett munkával, az eddig látott teljesítményekkel, amik az edzőmeccsen voltak, mennyire vagy elégedett? Az elején nem volt egyszerű, az első két hét, de szerintem most már vége fele már látszódott, hogy jó csapat is tudunk lenni, mint a tavalyi, és remélem, hogy jó fog sikerülni ez az év. Nagyon fontos, hogy az első meccs mire számít, az a Moson-Magyaróvár ellen. Mindenfélig győzelem szeretnék az első meccset. Szerintem nagyon fontos, hogy az első bajnoki megnyerünk, hát akkor plusz motiváció is tudját, plusz energia tudját a csapatnak az egész szezonban. Közel 100 év online meccsel a hátad mögött, milyen motivációval érkezték Kisvárdára az MB2 tavalyi bronzérmeséhez? Elsősorban szeretnék feljutni, ugye ez sikerült most kétszer az utóbbi két évben, úgyhogy mindenféleképpen ez az elsődleges, hogy jussunk fel. Szeretnék a csapat hasznára lenni, igazából segíteni minél többet góllal, gólpasszal, mert elég jó érzés igazából feljutni, többször sikerült, és tényleg jó érzés ezért dolgozni. Új az edző a csapatnál, nagyon sok az új játékos, milyenek az eddig benyomások? Össze kell szokni mindenféleképpen, elég kevés időnk volt, én úgy érzem, de profi világban ez így működik, nincsen sok idő semmire, ebből kell kihozni minél jobbat. Vasárnap ugye kezdődik a bajnokság, szerintem nagyjából összeállt a csapat, és remélem, hogy nyerni fogunk. A jó rajt meghatározhatja akár az egész őszi szezon, de az elejét mindenképp, ugye szeptember 2-ig hét forduló megy, de milyen mérkőzése számítasz vasárnap a Moson-Magyaróvár ellen, amit tegyük hozzá, tavaly nyert Kisvárdán? Ugye az edzőmeccsekből kiindulni nehéz, mert teljesen más egy tétmeccs, én azt vallom, de én a játékosokból kiindulva szerintem abszolút alkalmasak vagyunk rá, hogy nyerjünk. Igazából, amit mondtam, hogy szeretnénk feljutni, mindig a következő meccsre kell koncentrálni, minél többet behúzni, minél több pontot szerezni, és akkor remélem, hogy ez sikerül. Nagyon sok új dologgal, új játékossal megismerkedtek a szurkolók itt. A szurkoló Jankéton, de a legnagyobb bűnöség talán az, hogy kiderült, mikor játszhatja a csapat az első meccset az új stadionban. Igen, pont azért kértem a végén szót, hogy pontos információval rendelkezek. Most kérdeztem meg a kivitelezőt, illetve a közbeszerzés lebonyolító gazdasági társaságot, hogy na vajon mikor lesz már olyan állapotban a stadionunk, hogy műszaki átadás után használni is lehessen. És az információt kaptam, hogy 2018. március 31-ig meg kell csinálnunk a műszaki átadást. Ugye április 1-én lenne az első itthoni mérkőzésünk, talán az még egy kicsit korai, de azt gondolom, hogy a 15-i budafoki meccset azt már ott tudjuk játszani, és az igazán nagy várt az a 29-i megyei derbi a Kisvárda-Nyíregyháza. Tehát úgy néz ki, hogy jövő év tavaszától már itthon a új stadionban tudunk játszani. A stadion körvonalazódik, egy kis kezd csinálót, milyen stadionba léphetnek majd be a szurkolók, ha teljesen kész lesz. Mi büszkék vagyunk rá, én azt gondolom, hogy ez egy olyan terv, ami pont szerintem az ilyen csapatoknak való. 2800 fix lelátóval, illetve 5000 főre bővíthető. Lesz benne skybox és minden egyéb, ami a 21. századi sportolásához alkalmas. Elkezdte a felkészülést a Nyíregyházi Tekeklub együttese. Az NTK augusztus 5-én rendezze a 16. Kárpát kupát. Kicsit setes úton mozdulatokkal gurítjuk az első egy-két edzésen a golyót a megszokottakhoz képest, és azért még a mozgást újra vissza kell nyernünk, a mozgási energiáinkat. Látszik, hogy a golyósebességek sem olyan erősek még, de ez természetes dolog. Már rögtön az első edzés, bár nem 120 dobást szoktunk végrehajtani, hanem egy 80-90 dobásnál meg kell, hogy álljunk, és mégis érezzük az izomlázunkat itt-ott a lábainkban, a karjainkban, de mindenképpen jó érzés. Igazából minden szezon így szokott indulni.
Van-e valamilyen változás az elmúlt szezonbeli csapathoz képest, akár a felnőtteknél, akár az utánpótlás csapatban? És létszámilag mindenképpen eléggé bővül a Nyíregyházi Teke klub állománya. Egy ifjúsági játékos érkezik Debrecenből, és idehaza pedig három régi játékosunk újra dobóállásba lép. Itt a fiatal korosztályból képviseltetik magukat, a Hetei Alex, az Éliás Gábor, illetve a Péter Dávid személyében. Úgyhogy mindenképpen ez egy jó dolog, hogy ismét növekedni tudunk. Most azt, hogy ők mennyire tudnak majd felpörögni, ahhoz néhány mérkőzésen majd át kell esni. A bajnokság sorsolása még ugyan nem tudatott, de vélhetően majd az ötödik helyezett Szolnokkal fogunk megvívni, utána a negyedik helyezett, a harmadik helyezett, másik helyezett és az első helyezettel fogunk csatázni, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ezek az újdonsült játékosainknak bőven lesz idejük majd felkészülni ezeken a mérkőzéseken, ahol abszolút nem leszünk majd a favoritok, úgyhogy semmiről nem maradtak le a fiúk, és bízom benne, hogy egy jó csapat fog összeállni Nyíregyházán. Célunk az, hogy a eddigi 8. helyezésünket, amit most legutóbb elértük, esetleg egyel sikerüljön túlszárnyalni ebbe a kicsit megerősödött mezőnybe. Az elmúlt bajnokság utolsó fordulóiban hiányzott Szlovenszky Tibor, aki egy térdműtéten esett, tehát ő mikor állhat a sorba? Nem lehet tudni, a Tibor mindenképpen azon van, hogy minél hamarabb elkezdhesse majd a gurítást, ugyanis, ahogy mondta a Tibor, neki ez volt mindig is az élete. Itt a Teke pályán nőtt fel, mindig a csapattal volt. Azon van mindenképpen, hogy minél hamarabb minőségében is itt lehessen velünk. Én úgy tippelem, hogy a szezon első felét még nem igazán fogja minőségileg itt tölteni velünk, de nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb itt látjuk az edzésen. Úgyhogy hiányozni fog Tibi mindenképpen, nagyon várjuk vissza, hiszen azt elmondhatom, hogy a tavalyi szezonban Tibinek volt a legjobb hazai és idegenbeli átlaga, úgyhogy mindenképpen nagy szükség van rá. Hogyan néz ki a felkészülési program a bajnoki rajtig? Augusztus első hétvégén rendezzük a 16. nemzetközi Kárpát-kupát, ekkor a Velkisár és szlovákiai csapatát fogjuk vendégül látni, egy férfi és egy női találkozó keretén belül, és augusztus 26-án az utolsó szombaton majd Sárisra fogunk menni a hagyományos Sáris kupára, és valójában ez lesz majd a bajnoki rajtnak a felvezető edzésmérkőzése. A közelmúltban tisztújító közülést tartott az Országos Szövetség, a minden igaz nyíregyházi képviselők is lesznek most már a legmagasabb testületekben. Valóban a legutóbbi elnök ismét szavazatot kapott, és lehetőséget egy újabb 4 éves ciklusra, Pintyőke Marcell személyében. Azonban nagyon fontos változás, amire nem is tudom, hogy volt-e valaha ilyen dolog, hogy a nyíregyházi küldöttségből is emberek kerültek be. A versenybizottságban Hakker Dezső személyében új tagot avattak, még a stratégiai bizottságban jó magamat is beválasztották, úgyhogy ezzel is jelezte az Országos Teke Szövetség, hogy a keleti részre, azaz Nyíregyházára komolyan számítanak az elkövetkezendő időszakban is, nem csak játékilag, hanem a szakmai kérdésekben. A hagyományos szezon előtti sajtótájékoztató mutatták be a kisvárdai női kézilabda csapat új játékosait. A keret július 17-e óta készül Máté Fiesztel irányításával. Úgy gondolom, hogy nagyon jó tapasztalataim vannak. Profi sportolókat sikerült igazolni, válogatott szintű játékosokat sikerült igazolnunk. Teljesen tisztában vannak, miért igazoltak ide, eredményesek szeretnének lenni. Úgyhogy nekem meggyőződésem, hogy ebben a bajnokságban a Kisvárda sokkal nagyobb játékerőt fog képviselni, mint a tavalyi szezonban. Az első hét általában mindenütt a rávezető hét, az igazán kemény munka most kezdődik. Mielőtt állnak a lányok? A múlt hét az tényleg egy ilyen bevezető jellegű, ráhangoló jellegű edzések voltak, orvosi vizsgálaton vettek részt a lányok, és szépen fokozatosan növelni szeretném a terhelést. Majd elmegyünk edzőtáborba is, tehát ott lesz majd a csúcsterhelés. Nagyon jól veszik az akadályokat, tehát nem az a célunk most az első két hétben megszakítani őket, de nagyon szépen dolgoznak a lányok. Három felkészülési tornán is részt vesz a csapat. Mikor lesz a saját rendezési torna, és kik lesznek az ellenfelek? Augusztus 25-26-án lesz a hazai rendezési torna. Előtte részt veszünk Mihalovcében ugyancsak egy nemzetközi tornán. Meg a mi tornánk előtt játszunk még egy mérkőzést az MTK-val, tehát az egy ilyen ráhangoló mérkőzés lesz. A hazai tornán részt vesz a Békés Csaba, a Zila, valamint a Mihalovci csapatát visszahívjuk mi is erre a tornára.
a tavalyi évtől eltérően ezúttal már gyakorlatilag teljes kerettel kezdte el a felkészülést a kisvárdai kézilabda csapat. Bő egy hét munka után milyenek a benyomásaid az új társakról? Ez nagyon jó, hogy már egyből egy teljes kerettel tudtuk kezdeni, és úgy érzem, hogy egy nagyon profi mentalitású csapat állt így össze. Már az edzéseken is látszik, hogy hiába a nyelvi különbség, mégis egy nyelvet tudunk beszélni a kézilabdában, nem kell annyit úgymond az Eszternek is magyaráznia, és ez sokkal, nagyon megkönnyíti a munkát, hogy a jövőben is könnyebben dolgozzunk. Az első újonc év után most már nagyobbak az elvárások. Ti mit vártok magatoktól, hiszen gondolom a közönség is most már egy picit több győztes az meccset vár majd ebben a szezonban. És többet várunk magunktól, mivel úgy érzem, hogy jó a csapat, ezért a hazai közönséget mindenképpen szeretnénk kiszolgálni. Valamint hát majd attól függ, hogy a többi csapat is, hogy hogyan erősített, hogy milyenek az ellenfelek, és akkor hát, ha jó a helytállást tudunk biztosítani, és egy jó középerős csapatot tudunk összehozni az év végére. 127 együttesen rajtolnak el a megyei futballbajnokságok. A Magyar Kupára 35 csapat adta be nevezését, közülük 4-en kerülnek fel az országos főtáblára. A versenykírásunknak megfelelően ugye 16 fős megyei első osztályt indítunk. Szerencsére nem volt visszalépő, mind a három bajnok vállalta a magasabb osztály kihívásait, tehát ez azt jelenti, hogy a három megyekettes bajnok a Kótaj, a Dombrád és a Tarpa is augusztus közepétől a megyei első osztályban fog vitézkedni, illetve nem volt a megyei első osztályból visszalépő csapat, tehát aki megszerezte az előző bajnokságban a jogot, az továbbra is ugye itt indul. A Balkán együttese ugye nem játszott osztályozó, tehát a Balkán is a megyei első osztály tagja lesz. Hogy néz ki a három megyei másodosztályi csoport? 316 fős megye másodosztályú csoportunk lesz, mint az elmúlt években már régóta ez azért hagyomány nálunk, illetve szintén ugye a versenykírásunkban szerepelt. Itt a megye másodosztályban azért voltak olyan csapatok, akik annak ellenére, hogy a jogot megszerezték, mégsem éltek az indulás jogával, gondolok itt elsősorban a Geszteréd, a Záhon csapatára, így emiatt történtek feltöltések. Természetesen a feltöltés az a versenyszabályzatnak megfelelően történt. Ugye az első körben mindig a legjobb fel nem jutó helyen végző csapatot kell felkérnünk, aztán a legjobb kiesőt, majd a második legjobb fel nem jutó, második legjobb kieső. Hát ennek köszönhetően például a megyei másodosztályban bennmaradt az Aramocsa háza, aki a szezon végén úgy nézett ki, hogy kiesik ugye a 15. helyről, illetve olyan megye 3-as csapatok is feljutottak, akik a második helyen végeztek, viszont mégis a megye 2-be folytathatják, ilyen a Mária Púcs, illetve a Kocsord együttese. Ha minden igaz, viszont változás lesz a megyei harmadosztály lebonyolításában. A megye harmadosztályban elég komoly változások történtek az elmúlt 1-2 évtől eltérően, hiszen nem 5, hanem 4 csoportra osztottuk a nevező csapatokat. Erre azért volt szükség, mert 4-5 csapattal kevesebb nevezett, mint az elmúlt esztendőkben, ugyanis 63 együttes adta be a nevezését, és így 3-16 fős és 1-15 fős csoportot tudtunk létrehozni, ami viszont jó hír ezeknek a csapatoknak, hogy így több mérkőzést játszanak. Ugye az elmúlt években általában ilyen 13 fős csoportok voltak a megye 3-ba, most mindenkinek lesz 30 vagy éppen 28 találkozó, hogyha minden jelentkező csapat végig fogja a bajnoki szezont játszani. Ebben nagyon bízunk. Ugyan összesen 127 nevezés érkezett a megye 1, megye 2 és a megye 3-ra, ami azt jelenti, hogy ugyan 4 egyesülettel kevesebb, mint a tavalyi évben, viszont ne felejtsük el, hogy tavaly igaz, hogy 131 csapat kezdte el augusztusban a bajnokságot, de csak 124 fejezte be. Most nagyon bízunk benne, hogy 127 kezdi el, és ugyanennyi fejezi be, és akkor azt hiszem, hogy fejlődésről beszélhetünk ismét. Ennek az időszaknak a sláger témája az átigazolás. Milyen ütemben folynak a csapatcserék? Július 1-én indult, nyitott meg az átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részére, és egészen augusztus 31-ig tart. Természetesen pletykákat mi is hallunk, azért ennek a töredéke valósult meg már hivatalosan, tehát azért a csapatok nagy része még nem változtatott olyan sokat, viszont azt is tudjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye híres arról, hogy nyáron nagyon sok csapatnak kicserélődik a fél játékos kerete, úgyhogy azért most is nagy jövőismerés várható, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez a július utolsó hete, illetve az augusztus közepére fog ez esni, tehát szerintünk akkor lesz a legtöbb népvándorlás. Ami viszont ennél fontosabb, hogy ugye azoknak a labdarúgóknak is, akik ott maradnak az egyesületnél, szükség van új játékengedélyre, hiszen minden évre adunk ki új érvényes játékengedélyt, és ezeknek a kiváltása viszont nagyon fontos. Ebben el vagyunk egy kicsit maradva, úgyhogy ezúton is kérem a kedves csapatvezetőket, hogy az IFA rendszeren keresztül, hiszen most már minden ott megy, a versenyengedélyeket legyenek szívesek kiváltani, és szintén fontos információ, hogy sportorvosi igazolást is vált
váltsanak ki, akinek betelt a sportolósi lapja, azt szintén kérni egy újat nálunk, illetve sportolóshoz el kell menni, hiszen a sportolósi igazolás az kötelező ahhoz, hogy valaki pályára tudjon lépni. Felnőtt játékosnak ugye egy esztendőre, 18 éven aluli labdarúgónak pedig fél évre szokták megadni a sportolósi engedélyt, tehát mindenki nézzenek, mikor jár le a sportolósi, hiszen érvényes sportolósi nélkül nem lehet pályára lépni. A bajnokság pedig augusztus 12-13-a hétvégén kezdődik, előtte egy héttel pedig már a megyei Magyar Kupa első fordulóját fogjuk megrendezni. Igaz, akkor még csak 8 csapattal, tehát kevés csapattal, viszont mondom, a bajnoki rajt is már itt van a nyakunkon, hiszen 4 hét múlva már bajnokit játszunk. Hány csapat nevezett a Magyar Kupába, a megyéből és hány csapat jutott fel az országos főtáblára? Örömteli hír az, hogy 35 együttes adta be a nevezését, ugye a megye első osztályú 16 csapat mellett 17 megye másodosztályú és 3 megye kettes csapat adta be a nevezését a Magyar Kupa selejtezőire, és ezzel a 35 csapattal országos szinten is kiemelkedő számot produkáltunk. Ez mi sem jelzi jobban, mint hogy a 20 megyéből, hiszen labdarúgás ugye a 19 megye mellett Budapestet is külön megyének számítjuk, szóval a 20 megyéből összesen ugye 55 csapatot adnak fel a megyék az országos főtáblára, és az 55 helyből így jut Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. Ilyen sok csapatot mellettünk csak Pest megye adhat fel, az összes többi 2-3-at, meg van olyan megye, aki csak egyet. Úgyhogy azt hiszem, most itt a lehetőség a megyei csapatoknak, hiszen a Magyar Kupába sokáig lehet jutni, ez tavaly ugye a Baktaló rendháza tökéletesen megmutatta. Most 4 megyei csapatunk léphet az országos főtáblára, és ahogy említettem, augusztus 5-6-án lesz az első forduló, a második, harmadik és a negyedik megyei selejtezőket pedig szerdai napokon fogjuk majd rendezni a bajnokság közben. Új edzővel és jelentősen átalakított kerettel kezdte a felkészülést a Baktaló rendházi futballcsapat. Illés László helyét Gabri Pál vette át a kispadon, távozott a házi gólkirály Marics Gábor, és érkezett több új játékos is. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy veszteség számunkra, hogy Marics Gábor nem lesz közöttünk, de meggyőződésem, hogy azokkal az igazolásokkal, akiket idatottunk, mozi labdarúgókat, valamilyen formában tudjuk majd őt pótolni. Eredményességben szeretném, hogy ugyanúgy maradnánk. Illés László vonatkozásában el kell, hogy mondjam, hogy Laci csak mint edző nem lesz közöttünk, viszont annak ellenére szinte minden edzésen itt van, hogy már nem ő az edző. Ővele ugye mi nem csak szakmai kapcsolat, hanem mi szomszéd és baráti kapcsolatban is vagyunk, de azt hiszem, hogy ő továbbra is itt marad közöttünk, abban egyeztünk meg, hogy maradt közöttünk, csinálja azt a lehetőséget, azt a munkát, ami az edző felül még megmarad. Beszéljünk a távozókról és az érkezőkről, mennyi, mekkora változás volt a keretben? Hát az utóbbi években mondhatnám azt, hogy 2-3 átúszási időszakban volt annyi változás nálunk, mint most volt. Elment a csapattól Marics Gábor Sényőre, eltávozott tőlünk, és eligazolt tőlünk a Marics István, ő, ha jól tudom, Nyírkarászba, Miskolci László Petneházára igazol, és Pálfi István pedig Csenger városát választotta. Mi megpróbáltunk fiatal labdarúgókat igazolni, és így kezdeném a Zakor Jánossal, aki 23 éves, ő Rohodi a szomszéd településen él, Nagykálóban focizott, ott szerzett 24 gólt megyekettőben. Említhetem ezek után a Kézi Bertalant, akit már 4 éve szerettem volna, 4 éven keresztül minden évben udvaroltam idézőjelben Bercének, hogy jön ide. Ő most a megye 2-ben itt Rohodon 24 gólt lőtt, ő is ide Rohodra való. Akkor igazoltuk a Pataki Gábort, ő baktai labdarúgó, ő még nem futballozott megye első osztályban, most fog. Ő Pátraháról jött, valamint a Borkó Józsefet, a nyírkarászi kapust, és hogy igaz, ő 30 éves, és hogy egy még fiatalabb embert említsek, egy 22 éves volt februárban, Fábri Zoltán, ővel ezelőtt 10 perccel állapodtam meg, hogy Sényőről Baktárra teszi át székhelyét. Mennyire nehéz a megyei első osztályban minőségének számító futballistát igazolni, hiszen bár amatőr osztályról van szó, szóval azért azt tudjuk legalábbis a zuhanyhíraló szerint, hogy azért viszonylag komoly pénzek mozognak különböző címeken a játékosok megszerzési érdekében. Én azt gondolom, hogy mi is zsákutcában voltunk éveig, azért nem is igazoltunk, mert nekünk mindig volt egy mérce, hisz 93 óta MB2, MB3-ban voltunk 20 éven keresztül, hogy volt egy mérce, Kozma Jóska, Kozma Attila, Ádámszki, Illés Laci, sorban nem említettem a labdarúgókat, hogy mindig próbáltunk ilyen labdarúgókat keríteni, sajnos nem sikerült, tudomásul kell venni a ma labdarúgásban tevékenykedőknek, vagy dolgozó szakembereknek, vezetőknek, hogy ez már álom. Nálunk ma már nincs elegendő jó minőségű fiatal utánpótláskorú labdarúgó, és azokat kell ide csábítani, akiknek valamilyen formában tudunk
egyfajta ösztönzés, egyfajta jutatást biztosítani. Én is hallok hatalmas összegekről, itt információkat, meg ilyen mondákat. Én azt gondolom, nem kell ezzel különösebben foglalkozni, mert mindig megvan a megyében, emlékezünk vissza, ez hosszú Demecsertől kezdődően bárkire visszavetíthetjük, hogy vannak fellángolások, utána viszont 2-3 év és nem, hogy a alacsonyabb osztály még sajnos még labdarúgás sincs. Én azt gondolom, hogy mindenki eldönti, hogy mire van anyagi lehetőség, amit tudja, adja. Az a jó, amíg nem akarok senkit megbántani, és magam sem, amíg vannak ilyen őrültek. Mert ha nem lesznek ilyen őrültek, mint vagyunk mi, akkor labdarúgás nagyon rossz helyzetben lesz. Milyen céllal vág neki majd a bajnokságnak és a Magyar Kupának a Bakta? Hát ugye az elmúlt évben 7. helyezett lett a csapat a bajnokságban, a Magyar Kupában nagyon szépen meneteltünk, megyéből legtovábbítottunk, amatőr kupa döntőt tudtunk játszani. Most nem ígérem, hogy meg fogjuk ismételni, vagy megnyerjük az amatőr kupa döntőt, de a lehetőség, ami kifér a kupában, azt szeretnénk elérni, ebben bármi benne lehet. Viszont a bajnokságban nagyon nehéz időszak várhat ránk, azt gondolom, hisz a fél csapat szinte ki fog cserélődni, mert sajnos nagyon sok sérültünk van, Rakócinak el van törve a bokája, most kezdte el a felkészülést, a Pénzes Ádámnak sajnos elszakadt a tércallagja, 4 hete, a Borkó Józsinak pedig tegnap az edzésen tört el a bokája. Úgyhogy vagyunk szépen rendesen, és azt gondolom, hogy ilyen események a tudatában csak reálisnak tűnne az a cél, hogy az első 8-ban végezzünk. Az nem újdonság, hogy a baktai futballcsapattal dolgozol, hiszen jó ideig vagy a csapat mellett, viszont most már te vagy a szakmunka első számú felelőse. Mennyiben jelent ez változás, mennyiben más ez a munka? Kicsit szokatlan volt eleinte. 10 év pályaedzősködés után most már nekem kell felelni a szakmai munkáért, de azért vállaltam el, mert bízom a csapatban és saját magamban is, hogy meg tudjuk oldani ezt a nehéz feladatot. Milyen felkészülést terveztél, és milyen felkészülést tudtok elvégezni annak tükrében, hogy jó néhány játékos megsérült a közelmúltban? Igen, picit nehezítette, hogy a keret, ami eddig hosszú időn keresztül folyamatos volt, most jó néhány távozóval kellett számolnunk, az ő pótlásuk elég nehéz lesz, de megpróbáljuk a lehetetlent, és a srácok egyértelműen partnerek ebben. A heti 4 edzés és 1 edzőmérkőzés, a 5 hetes felkészülési ciklusban készülünk a bajnokságra. Hogy néz ki az utolsó időszak edzőmeccs programja? Hagyecseddel fogunk itthon játszani, ami azért lesz még rendkívül érdekes, mert Illés László volt játékosunkat és edzőnket. Fogjuk búcsúztatni valami Szabó Róbertet, Megyecseddel köztudottan nagyon jó a viszonyunk, velük lesz egy edzőmérkőzés, és utána lesz egy ilyen búcsúgála mérkőzés. Következő héten szerdán Levelekre látogatunk, Nagykálló, és még a kupa sorsolástól függően Újfehértől van még a programban. Nagyon sokadik nyári felkészülésedet csinálod, mennyire nehéz egy hosszabb kihagyás után, és főleg ilyen kánikulában rávenni magát az embernek arra, hogy végig csinálj egy edzést. Hát igen, jól mondod, ez a sokadik. Főleg ezek a mostani melegek még jobban rányomják a bélyegét a felkészülésre, de hát igyekeztünk nem teljesen leállni, úgyhogy az egy kicsit megkönnyítette a helyzetet, de mondjuk már ilyen korban 35-6 évesen nem egyszerű, de hát próbáljuk felvenni a versenyt a fiatalokkal. Baktán rég volt ennyi távozó és ennyi érkező, gyakorlatilag félig meddig új csapat épül neked, mint csapatkapitánynak, rákosan savjátékosnak, mekkora feladat van abban, hogy feladatod lesz abban, hogy összerázódjon ez a társaság? Igen, nem volt ez a Baktára jellemző, hogy ilyen játékos mozgás van a csapatnál. Új az edző, a Pali személyébe igyekszünk neki segíteni, vagyunk már 2-3 idősebb játékosuk, úgyhogy mellette vagyunk és segítjük. Be lehet lőni jelen pillanatban, mire lehet ez a csapat képes a bajnokságban? Hát nem nagyon vállalkoznék rá, még eléggé összecsiszolatlan a csapat, de hát remélem, hogy nem lesznek gondjaink. Ennyi fért a mai Sportszeletből, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!